Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép korai reggelen. Nem tudom, látjátok a szememen, de nemrég ébredtem fel. Épp hogy csak ideértem munkába, még itt ülök az autóba, ahogy látjátok, várok ugye apukámra meg az öcsém, hogy ideérjenek. Gondoltam, megmutatom nektek, hogy merrefelé dolgozunk ma, ugyanis a Gólkoszle kicsikét messzebb, kijebb dolgozunk, így ilyen erdős részen mutatom. Nézd, látod, onnét jöttem, és ilyen farmos házak, részek vannak errefelé. Ott egy tehén, látod? Valamit eszik. Mi amúgy nem itt fogunk dolgozni, nem itt fönt, ezen a házon fogunk, várja. Azon a házon nem nagyon lehet látni, amit akartam nektek mutatni. Itt kell majd bemenni, ott van valahol a kerítés, fel kell menni a házhoz oda jó messzire. Ezt a fa darabot, vagy mit akartam megmutatni, oda néz, látod? Ilyen szép, magas, ilyen kisebb fából. Úgy néz ki, mint egy nagyon nagy fa, de mégse egy fa, hanem nagyon sok fa. Ugye kicsit korébb voltam maga, ugyanis 3-7 van még csak, 7-kor kezdünk, ugye. Még nem értek ide, úgyhogy várnom kell egy 15 percet, vagy 20-at, ugye attól függ, hogy késtek-e vagy nem. Itt a háznak a külsejét festjük majd, de lehet, hogy megmutatom nektek, hogy mit festünk, ilyen, na minden, megmutatom. Na nézd, megyünk felfele, itt ez a falövényzet, látod? Ahogy a ház ott van fent, ott meg lehet fordulni. Na várjál, jön egy konyar, hogy azt hiszem, hogy lehet, hogy nincs itthon senki. Mindjárt kiderül, na, nem látok semmit. Itt megállok. Végeztünk, képzeld el, végeztünk, mutatom, megyek kifelé a kapun. Nem tudtam nektek lefilmezni, ugyanis itthon volt a tulajdonos egész nap, és nem tudtam lefilmezni, hogy mit dolgozunk, de majd talán jövő héten, és még jövünk vissza hétfőn is, meg kedden is, meg nem szerdán is. Várjál, kinek mutatom, látod? Ilyen hegyi út, vagyis ilyen hegyi rész, itt bent a hegyekben, nem olyan túl messze mi tőlünk, egy ilyen fél óra, 40 perc vezetésre. A háznak a külsejét festettük, ahogy mondtam, azt mondtam reggel, nem tudom, a reggel még úgy olyan álmos a fejem, és nem tudom, miket beszélek sokszor. Közben mutatom az utat, látod, ilyen kanyargós, mindjárt lesz itt egy híd, amivel az a baj, hogy rá van képzelve írva a hídra, még mielőtt jössz, hogyha árvíz van, mert ugye nagyon esik az eső, akkor nehogy átmenjél rajta, és hogyha a hídnak ezen a felé laksz, akkor nem fogsz tudni hazajönni. Tegnap pedig rettentő nagy eső volt, képzeld, ilyen nagy jegek is voltak mi felénk, vagy nem mi felénk, hanem itt errefelé. Minden csak nagyon nagy eső volt, és hogy olyankor akarsz hazajönni, ugye ilyenkor a hegyekből lejön a víz, meg mindent lemos, és nem tudsz átmenni a hídon. Bármint, ahogy mindjárt itt a híd, mutatom neked itt a kanyar után valahol, itt kell, hogy legyen. Reggel még itt volt, ha jól láttam. Itt a híd, látod? Itt a híd, megtaláltuk a hídat. Ezen átmegyünk, és ott bent nem lehet látni, de ott a víz. Ilyen kisebb víz, folyóvíz. Úgyhogy itt a kanyar után valószínűleg valahol visszamegyünk a főútra, és ahogy láttátok a címből, hogyha láttátok, ma nyereményjáték lesz, csak már kifordulok, megérkeztünk ide a stop táblához, itt visszamegyek a főútra, nem jön semmi. Amúgy itt is van egy híd, oda néz, látod? De itt vigyázni kell, hogy véletlen mellé menj, aztán belessél oda a vízbe. Ami reggel, képzeld el, itt állt 2 darab ilyen lakóautó, és itt nem sátoroztak, itt aludtak, gondolom, az éjszaka. De hát, ahogy mondtam, és ahogy láttátok, valószínűleg láttátok a címből, nyereményjáték lesz. A héten 2-en kapták meg a képeslapot, megkapta a szerencsés nyertes az órát is. Ugye az órát mikor sorsoltuk? Most már kb. Egy pár hete biztos, hogy volt, hogy kisorsoltuk. Utána rá nem sokára fel is adtam. Mondta, hogy ilyenkor karácsony környékén egy kicsit tovább tart, hogy ez a postázás. De a mai nyereményjátékban, vagy ha részt szeretnél venni, semmi más nem kell tenned, mint szokás szerint ugye egy szeretést nyomni erre a videóra, fel kell, hogy legyél, hogy feliratkozva ugye erre a csatornára, és mondom a kérdést, hogy várjál, mi a kérdés, közül egy autó, és persze helyesen kell válaszolni a kérdésre. A kérdés pedig nem más, mint. Ugye mindenki tudja, mármint nagyon sokan tudjátok, hogy nekiálltunk a filmnek, ugye a filmet filmezni, és mi lesz a film címe. Hogyha követsz a Facebookon vagy az Instagramon, akkor biztos, hogy láttad, hogy mi lesz a címe, ugyanis megosztottam egy fényképet pár nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt. Ott a fényképen rajt volt a filmnek a címe, tehát szerintem ez egy ilyen egyszerű kérdés. Tehát a helyes, csak meg kell ide írni a videó alá a filmnek a címét. De hogy még egy kicsit könnyebbé tegyen mindenkinek a dolgát, adok 3 választási lehetőséget. A. Ausztrál vakáció 2, vagy B. a kihívás, C. Tomás a vlogger. Szerintem nagyon könnyű a válasz erre a kérdésre. Úgyhogy ha részt szeretnél venni, fel kell, hogy legyél iratkozva erre a csatornára, szeretik el ezt a videót, és ugye helyesen kell válaszolni a kérdésre, ide-vidala megírhatjátok a helyes választ. Nem más lehet majd nyerni, mint egy képeslapot, de hogyha megosztod ezt a videót akárhol, és te vagy a szerencsés nyertes, mármint akárhol, mondjuk a Facebookon, az Instagramon vagy a Youtube-on, és te vagy a szerencsés nyertes, akkor a képeslap mellé küldök neked egy ausztrálos kulcstartót és egy kengurussat, vagy krokodilosat, vagy valami ilyen ausztrálos kulcstartót. Hogyha nem osztod meg a videót és te nyertél, de szeretted a videót és helyesen válaszoltál, akkor csak képeslapot kapsz. Közben bértünk egy, oda néz, ilyen autót, egy kamiont, meg egy ilyen, nem is tudom, hogy milyen autó ez, ilyen darus autó. Amúgy a filmet még mindig filmezzük, a hétvégén is filmezni fogjuk, vasárnap, még egy ilyen 3 vagy 4, inkább 3 hétvége kell, hogy teljesen ugye lefilmeznünk mindent. Úgyhogy ahogy számoltam, talán olyan karácsony környékén elkészülök a szerkesztéssel, és meg fogom tudni veletek osztani. Még mindig követem ezt a járművet, amit a semmi közepén van ám ilyen iskola is, látod? De hát nem annyira semmi közepén vagyunk, csak ilyen inkább a hegyes részen. Van itt iskola, van itt nem volt, van itt mindenféle fajta dolog, csak nincs olyan nagyon túl közel ugye a Gold Coasthoz. Ugye én most elmegyek haza, gyorsan lezonzom magamat, idő ebédelni nem hiszem, hogy lesz, és elmegyek gyorsan az iskolába, felveszem ugye a Lucast. A Lucasnek még mindig van, ha jól emlékszem, egy hete, ugye 9-én lesz az utolsó nap. A bizonyítványt meg fogom mutatni amúgy, hogy milyen bizonyítvány lett a Lucasnek, többen kértétek, hogy nem elmutatnám majd meg. Úgyhogy amint megkapja, jövő héten valószínűleg meg fogja kapni, megmutatom, hogy milyen lett neki, ugye, hogy jó lett-e vagy nem, de eddig úgy néz ki, hogy nem bukott meg semmiből, még szerencse. Úgyhogy én most elmegyek haza, elkészülök, aztán gyorsan elrohanok a Lucasért. Közben beérünk ide a központi részre, mutatom nektek, hogy hogy néz ki, által meg szeretnétek nézni, ilyen régebbi házak vannak errefelé, itt a régi posta, itt vannak ilyen régebbi házak, várjál, itt azt hiszem, hogy balra megyünk, valahogy így. Kicsit megkeveredtem, de azt hiszem, hogy kitaláltam. Ide a várj, mutatom. Látod, ott az autópálya szembe, és rossz felé megyek. Na, rossz sávba álltam. Egyenesen mentem, majdnem vagy jobbra, de balra kellett volna. Mutatom, látod? Ilyen régebbi boltok vannak, egy autókereskedő, ekkor egy ilyen régebbi, mi ez? Nem is tudom micsoda. Állatorvos, vagy mi volt az ott? Aztán itt van a rendőrség, ott bent jobb oldalt, bár itt valamit betonoznak, nagyon nem lehet oda belátni. Itt pedig elmegyünk jobbra, és ha minden igaz, rámegyünk az autópályára. Na, azt hiszem, hogy jól jöttem, látod? Itt elmegyünk balra, és már rajta is vagyunk az autópályán. Hogyha minden igaz. Várj, meg kell ezeket várni, mert jönnek. Elengedünk mindenkit, és mehetünk. Kiértem az autópályára, úgyhogy kitaláltam a hegyes részről. Amúgy nálunk az autópályán legtöbb helyen 100-al lehet menni, 1-2 rész való 110-del, és mindenki betartja a sebességkorlátozást. Ugye a 100-nál többen nagyon nem mennek, max 110, de nem úgy, mint Magyarországon, ugye, hogy kint van a 130-as tábla, aztán Magyarországon 130-on lehet menni az autópályán, és mindenki megy 180-nal, 200-al, tehát nálunk mindenki betartja, hogyha túl is lépik, körülbelül a 100-as táblánál mennek 110-zel, 120-al, de nagyon ritkán. Amúgy sok helyen kínál a rendőrautó, mérnek, és elveszik ugye a pontjaidat, jól megbüntetnek, tehát mindenki lassan, nem úgy vezetnek, mint Magyarországon, mert tudom, hogy Magyarországon letolnak az útról, meg hasonlók, itt nálunk ilyen nincsen, úgyhogy mutatom! Ezt az autót pedig megelőzzük, nem balról, hanem jobbról, ugyanis nem a Magyarországon vagyunk, hanem Ausztráliában, és ugye jobbról előzzük itt az autókat. Látod, 34 fok van ott kint. A hétre olyan 35-38 fokokat mondtak, képzeld el már, mint jövő hétre, mostantól a hétvégétől, rettentő meleg lesz. Azt mondták, hogy nagyon sokan ugye jönnek hozzánk ide a Gold Coastra, a szállodákat kibérelték, és jönnek nyaralni ugye le a tengerpartra, mert rettentő meleg lesz a héten, általában rekordot fogunk dönteni. Közben megérkeztünk megint egy lámpához, oda nézve. Nem tudom, látod-e vagy nem látod, de mindjárt jön egy repülőgép, és itt fog előttünk leszállni, hogyha minden igaz, ugyanis itt a repülőtér. Várjál, mutatom, ott, látod? Jön a repülő. És mindjárt ide leszáll. Oda, le a fás növényzet mögé. Megjöttem, itt vagyok benne a szobába. Felhúzzuk ezt a rollót, vagy minek mondják. Oda nézzél, látod? Egy felhő nincs az égen. Tegnap előtt ugyanilyen idő volt, egy felhő nem volt az égen, ilyen szépen sütött a nap, és ilyen, na, 2 óra, 33 óra körül jöttek ilyen nagy, fekete, sötét, kék felhők, és elkezdett esni, szakadni, jégeső volt, az aztán, hogy itt mi nálunk jégeső nem volt, de ott fent a hegyekben volt jégeső is, és az elmúlt 1-2 napban mondtam, ilyen csúnya idő volt. Ugye ez az az időszak, mikor nálunk ilyen jégessé van minden délután, meg ilyen esős az idő, bár idén egy kicsit elkésett, látod, ide fel kell húzni. És általában ilyen október, november körül jön, most pedig ugye elkezdődött a nyár, tegnap, december 2, tegnap előtt kezdődött el a nyár mi nálunk. Legalábbis naptár szerint, meg az időjárás szerint is, ugyanis, ahogy mondtam, rettentő meleg van. Na, ugye most megyek, de sötét vagyok. Megyek, kapcsolom a villanyt, hogy gyorsan lezvanyzom magamat, és elindulok a Lucasért! Ahogy nem tudom, kell borotválkozni ma vagy nem? Hogyha ma nem, akkor holnap biztosan, és 2 naponta szoktam borotválkozni legalább, mert elég gyorsan ülnek ugye a szakárom, és a Davis nagyon nem szereti, még a feleségem se, a Lucas se, ugye amikor közel megyek hozzájuk, olyan, mint a smirkli papír, ugye, mint a csiszoló papír, és nagyon nem szeretik. Még én meg borotválkozni nem szeretek. Na mindegy, úgyhogy most húzom az oknimat, meg mindenemet, már leveszem, aztán oda bány gyorsan, és lezuhanyzok. Davis, mit csinálsz? Hallod? Gondolj, ez felült a székemre, és próbálj nyitogatni a laptopot. Te! Nyuszi! Hányszor megmondtam, hogy ezzel nem játszunk, mi? Oda hátrább eltoljuk, és nem tapírjuk, hallod? Nem tapírjuk. Nem, ez nem neked való. Hallod, Nyuszi? Mit csinálsz? Hm? Mit akarsz nézni ezzel a... YouTube-ot, mi? Úgyhogy megborotválkoztam, el is vágtam magam szokás szerint, mindjárt megtörlöm magamat. Összeszedem magamat, viszem a telefonomat, a pénztárcámat, a szemüvegemet, és elindulok a Lucasért. Még van 2 percem. Oda néz, látod? Állítják a darut. Ahogy megjöttem az autóhoz. Itt mellettünk állítják a darut. Látod? Hol van? Ott van, itt ilyen darus autó, és rakják a darut nem máshova, mint ide a darura. És itt kezdik ugye elkezdeni ezt a másik épületet, ugyanilyet. Itt mi mellettünk építeni, és ezzel a daruval kezdik, látod? Érdekes! Darut-daruval építenek, aztán utána ugyanezzel a daruval, építik magasabbra ugyanezt a darut. De olyan meleg van, komolyan mondom. Na mi a helyzet? Semmi. Hozérkeztünk amúgy. Mutatom neked megint ezt a darut. Ott építik, láttad Lucas? Láttad reggel? Ilyen érdekes, én még sose láttam, hogy építik darut. Na várjál, itt le van zárva, az út át kell menni a túloldalra. És hogyha lesz hely, ott a helyem, látod? Itt a helyem, ide bal oldalra vissza beállok. Oda be! Hogyha beférek. Úgyhogy most felmegyünk, és eszünk. Én nagyon éhes vagyok, komolyan mondom, te is éhes vagy? Ja. Ja, akkor megyünk. Mit kapunk? Mit kapunk? Hát ebédet kapunk. Ja. Mit kapunk ebédet? Én azt hiszem, ilyen csirkés újat. Én azt nagyon szeretem, majd megmutatom milyen. Gyere, menjünk. Mutatom az ebédet, amit mondtam. Oda néz, ezek a csirkeújak, látod ilyen? Meg vannak ilyen prézlibe sütve, és ilyen csirkés. Nincsen bencsolt, és én ezt most rettetően szeretem. Mi van Nyuszi? Nézd, itt a Nyuszi is. Nyuszi is nagyon szereti, ugye? Lehet venni a boltba, ilyen előre meg van csinálva, ilyen dobozba. Ja, mit csinálsz Nyuszi? Nem tapogassuk a kamerát. Ja, úgyhogy most mi... Hoppá. Úgyhogy most mi megyünk, és... megebédelünk, jó? Na mi a helyzet? Készen vagy? Várunk a liftre. Erre vagy arra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miért kell ennyit várni? Oda néz, az. Vagy ez. Tartunk a bevásárlóban, nem mással, mint a Lucas, aki megint a számítógépen valami ott bűvöl. Aztán kezd leülni a levegő, képzel el, 30 fok van most már csak. Várják, közben zöldet kaptunk. Ebbe a vizes bevásárlóba tartunk amúgy a Lucas-tel, ami ott a folyón, és meg lehet állni a hajóval. Majd megmutatom nektek, már egyszer mutattam, de lehet, hogy nem emlékeztek, úgyhogy megmutatom, hogyha odaérünk. És utána más csinálunk, mint ott megy egy korvett, oda néz. Ott fordul be, ott mindjárt. Látod? De. Szép az autó. Nekem tetszik. Utána más csinálunk, mint ugye megyünk a szüleimhez, utána megyek az öcséhöz, és szokás szerint ez a pénteki nap, amit valószínűleg nem fogok ma lefilmezni, mert általában mindig ugyanazt csináljuk, és nem akarom, hogy a videók ugye kezdjenek unalmasak lenni, Amúgy akartam nektek mondani, hogy valószínű, hogy január elejétől szeretnék változtatni egy kicsit a csatornán, hogy ne legyenek túl unalmasak ugye a videók, mert általában majdnem minden nap ugye, vagy nem azt, hogy minden nap ugyanazt csináljuk, de a legtöbb nap ugye egyforma, hasonló, és szerintem a videók kezdenek így egy ide után olyan egyhangúak, unalmas lenni. Tehát mind a mai nap, a pénteken elmegyünk a szüleimhez, elmegyünk az öcsémhez, bemegyünk szörfözbe, és sétálunk egyet, iszunk egyet, és általában majdnem mindig ugyanezt filmezem le nektek, és számomra szerintem ez olyan, mintha unalmas kezdene lenni, nem? Mindig majdnem ugyanazt csináljuk. Tehát ezért szeretnék változtatni a csatornán, a videókon, a sűrűségén, és a hasonló dolgokon, ezt majd valószínűleg meg fogom veletek osztani, majd január elején vagy közepén, hogy milyen változtatásokat szeretnék csinálni. Pár embernek biztos tetszeni fog, pár embernek nem fog tetszeni, ugye szokás szerint, ugye mindig olyat nem tudok változtatni, hogy mindenkinek tetszen, de majd meglátjátok. Tehát új ötletem van a videózáshoz, és meg a sűrűségéhez, tehát lehet, hogy nem ilyen sűrű lesznek majd videók, ugye, mint most, hogy minden másnap, de erről majd bővebben beszélek nektek. Most megelőzzük ezt az autót, mert nagyon lassan megy, és folytatjuk tovább, amit odaértünk, megmutatom nektek ezt a bevásárlót a folyóról. Na jó, jössz? Ja. Oda raktad? Ja, ott maradhat, nem hiszem, hogy valaki elviszi. Megérkeztünk, látod, ott van lent szembe a víz. Ott van a bevásárló, de most mi nem arra megyünk, hanem erre lefelé, gyere. Lemegyünk, azt a körös lehet ott sétálni, és ott is be lehet menni. Jó, Lucas, ott megyünk be. Itt valahol le lehet valami menni, de a vízhez mindjárt megnézzük, hol. Ezt látod, ott megy valaki az kicsi kocsival. Na várj, itt lemegyünk. Nagy belesse nekem a vízbe, te. Jó, valami. Oda néz. De hogy mész bele a vízbe? Na onnét, látod? Nem onnét jöttünk, de nem azon a hírom, hogy arra is el lehet menni egészen egy darabig. Ami ezek azok a szép házak. Vannak itt szép házak, vannak csúnyábbak is. Mondjuk ott vannak ilyen sorházak, vagy minek mondják azokat a házakat. És a kikötő, a bevásárlóhoz, ott van szembe. Valahol. Látod azokat a fehér bejárókat? Ott meg lehet állni, ki lehet kötni a hajódat, a jetskidet, ott ki lehet ülni, és ott van a ilyen kajáldák vannak ott. És ott lehet bemenni egészen a boltban. Nem, hogy menjél nekem, te. Oda nézem, hogy lent van a víz, látod? Lucas, nézd, itt egy madár, meg ott is egy madár. Hogy szerinted lehet látni innét a házunkat, vagy nem? Nem lehet, azokat a tornyokat látjuk a házunkból, de minket nem lehet onnét látni. Csak még sétál, ami itt van pad, látod? De le lehet ülni. Pad az? Vagy mi az? Pad? Ja, ott szembe, gyere! Nézzél, le lehet ülni, lehet enni egy szendvicset, vagy éppen amit akarsz, meg lehet nézni a kilátást. Gyere, leülünk ide egyet, megnézzük a kilátást. Lucas, legközelebb ide kéne költözni. Egyszer ugyanezt mondtam, itt sétáltam, és mondtam, hogy abba a ház, vagy abba kéne beköltözni majd legközelebb. Ja, majd hogyha nyerünk a lottón, ugyanis ezek házak itt a vízen, ez nem olcsó házak, ugye? De látod, itt van mindenkinek, nem mindenkinek, de itt nagyon sok embernek ilyen hajója, kisebb csónakja. Mit csinálsz? Ott az a modárka. Ja. Úgyhogy mi most bemegyünk, ezt a mai videót itt befejezzük, hogy ne legyen túl unalmas, ugye mindig a megszokott, hogy megyünk szörfözbe, az öcsémhez megyünk egy kört. Ha szeretnél játszani, ugye a videó elején mondtam, hogy hogy lehet részt venni a játékba, úgyhogy itt befejezzük, rendben? Jó van. Na, úgyhogy mi megyünk, nektek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktuk mondani, vagy szoktam mondani. Sziasztok!